Pártállástól függetlenül egyöntetően bólintottak rá a napokban Máté Szalka képviselőtestületének tagjai a település idei büdzséjére. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Hanusi Péter polgármester. Jó napot kívánok, polgármester úr! Köszönjük, hogy itt van nálunk. Ön szerint minek köszönhető ez a nagy egyetértés? Jó napot kívánok, köszöntöm önt is, szerkesztő úr, és a kedves nézőket is. Annak köszönhető, hogy egy maratoni 3,5 órás napirend keretében minden egyes képviselői kérdésre meggyőző választ tudtunk adni, és egyebekben pedig ez egy olyan költségvetés, amire büszke lehet Máté Szalka, hiszen a költségvetés főösszege 6,7 milliárd forint, és ennek 40%-a, 2,7 milliárd forint, az fejlesztésre fordítandó összeg. Úgyhogy ennek köszönhető az, hogy tényleg pártállástól függetlenül minden jelenlévő képviselő megszavazta a költségvetést. Nem gondolom, hogy ez az országban olyan gyakori lenne, úgyhogy ezért is vagyunk erre tulajdonképpen büszkék. Csak egy kicsikét adjon egy kis viszonyítási alapot, hogy mondjuk az előző évhez, évekhez képest ez mennyiben jelent növekedést, vagy csökkenést ez a költségvetés? A költségvetési főösszeg ugye mindig áll az önkormányzati bevételekből, és áll, nyilván ennek van egy kiadási oldala is, illetve az Európai Uniós fejlesztési forrásokból. A tavalyi költségvetésünk, hogyha ezt nézzük, tulajdonképpen 1 milliárd forinttal magasabb volt, csak az az érdekessége, hogy amikor most már elnyer egy önkormányzat egy pályázatot, akkor a magyar állam nagyon helyesen és példamutató módon kvázi azonnal a önkormányzat számlájára elutalja ezt az összeget, pontosabban egy elkülönített alszámlára. És abból a fejlesztési forrásból, ami tavaly pluszba jelentkezett, annak egy része áthúzódott nyilván az idei költségvetésre, hiszen ez az idei évünk, ez tulajdonképpen olyan lesz, mintha lehet egy kicsit profán módon így fogalmazni, mintha egy választás év lenne, hiszen annyi fejlesztést fejezünk be idén, hogy egy valóban példamutató és látványos fejlődésen megy keresztül a város, és ennek mindenki tanuljául szolgálhat, aki végigmegy a városon. Hát akkor beszéljünk ezekről a fejlesztésekről, hogy mire lehet számítani 2020-ban. 2020-ban, ami egy nagyon fontos fejlesztés, és biztosan befejeződik többek között a Máté Szalkai Zöld Város projekt. A Zöld Város projekt az azért fontos nekünk, mert ez ott Máté Szalka központjában, a Hősök terén kerül befejezésre, pontosabban 3 helyszínen, és hogyha Máté Szalkán a fényes napokon járnak a tisztelt vendégeink, illetve a Máté Szalkaiak, akkor van egy nagy rendezvénytér, ami most csak a nevében igazából, még a nevében sem rendezvénytér, és ennek a helyszínén alakítjuk ki ezt az új rendezvényteret, amit Máté Szalka már réges-régen megérdemelt. A Kegyeleti Parkban is szintén csinálunk egy új zöld felületet, illetve nagyon várják a Máté Szalkaiak azt, hogy a kispiacnak a hátsó részén nagyon sok parkolóhelyet alakítunk ki, illetve vízelvezetést oldjuk meg. Tehát ez mind ott a belvárosban történik gyakorlatilag, ez a fejlesztés. De mondhatom például, amit szintén nagyon várnak a Máté Szalkaiak, azok a Jármi felől, illetve a Kocsort felől beérkező kerékpárútnak a megépítését a 4 sávos mellett. Ezt kevesen tudják, de ott most gyakorlatilag kerékpárral lehetetlen szabályosan közlekedni, hiszen járdán nem közlekedhet a kerékpáros, mert hiszen ott gyalogosok vannak, a egyebekben pedig a 4 sávos úton sem. Tehát ezzel valóban egy ilyen balesetveszélyes szituáció halmazt előzünk meg. Ez is egy nagy beruházás lesz, ami megvalósul. A városúszoda mellett egy jóléti tó épül, futópályával, egy ilyen olyan járdával, ahol jókat lehet majd sétálni. Hát ez nyilván körülbelül úgy kell elképzelni, mint itt Nyíregyházán a bújtosi tavat. Körülbelül úgy kell. Csak hogy egy kicsikét úgy. Csak egy kis kanyart azért csapunk ebben a dologban, mert ez nem csak egy tó lesz gyakorlatilag, hanem éppen egy geotermális projekt zajlik Máté Szalkán. Facebookon ilyeneket használnak, hogy a Máté Szalkai űrállomás, meg egyebek, a NASA központ. Van egy hatalmas fúrótorony a város egyik végében jelen pillanatban, ahol a geotermális projektünkhöz éppen egy 1200 méteres kút fúrása zajlik.
ebből a hőenergiát elviszük a távhőszolgáltatónkhoz, így zöld energiából nagyon olcsón jut a város, illetve a városi lakosok zöld energiához, ugye a távhűtéses lakásokra gondolok itt, és ezt a vizet, ezt vezetjük bele gyakorlatilag a tóba, pihentetésre, mielőtt aztán megy vissza a természetbe. Tehát ennek környezetvédelmi haszna is van például ennek a beruházásnak. Úthálózatfejlesztés? Igen, ez egy kampányígéret volt, és nagyon-nagyon örülök, hogy ebben végül is minden képviselő egyetért velünk, hogy az elmúlt ciklusban nagyon sokat vártunk arra, hogy mikor jelenik meg bármilyen pályázat arra vonatkozóan, hogy út- és járdafejlesztést csináljunk. Nem volt ilyen. És most már megértük azt, hogy olyan szinten fejlődik Mátészalkán a gépjárműállomány, hihetetlen számomra is, egyik évről a másikra 20%-kal több gépjármű van Mátészalkán. Tehát ezt úgymond nehéz parkolóhelyekkel bővítése nélkül bírni. Tehát önerőből is idén közel 180 millió forintból utat építünk, járdát korszerűsítünk. Tehát nyilván ez egy nem egy óriási összeg, de saját forrásból megteremtjük a fedezetet, és aztán minden évben igyekszünk az 5 év alatt legalább ilyen, vagy még nagyobb nagyságrendekben erre fordulunk. Tehát egy ilyen út- és járdafelújítási projektet indítunk el. Tehát akkor fejlesztésekre 2020-ban van pénz. Van pénz, így van. Működésre is van pénz. Így van. Ha már a működésről beszélünk, azért vannak olyan intézmények, amelyekről lehet például tudni, hogy majd a későbbiekben megvalósulnak, létrejönnek. Ha jól tudom, például egy óvoda is fog majd épülni. Így van. Büszkék vagyunk arra, hogy Mátészalkán a gyereklétszám az úgy alakul, hogy ezelőtt 2 évvel indult egy római katolikus óvoda, egy projekt keretében építették a római katolikusok a római katolikus általános iskola mellé, és ez a 90, most már 110 fős gyerek létszám gyakorlatilag fél év alatt pótlódott vissza, fogalmazunk így, az önkormányzati óvodai rendszerben. Nagyon sok fiatal párt, nagyon sok ifjú ember alapít Mátészalkán családot, és ettől szebb feladat nem lehet egy önkormányzatnak, hogy ebben próbáljon segíteni. Hála Istennek ebben az egyházak is segítenek bennünket, és egy református óvoda is épül, amely a tervek szerint jövő szeptemberben remények szerint elindul. Ezt például az előző testület ülésen azzal támogattuk, hogy egy parkoló kialakítására önkormányzati területet adtunk ingyenes használatba ott az leendő intézmény mellett. Nem másért, hanem azért, mert ott az ipari úton, ami egy nagy forgalmú út, komfortosabb körülmények között szállhassanak be mondjuk reggel és este a szülők és a gyerekek a kocsiba, mindezt baleset veszélymentes környezetben. Tehát összedolgozunk, fogalmazunk így önkormányzat és egyházak ebben a dologban, és így szépen fejlődik az óvodai rendszer is Mátészalkán. Ha jól tudom, akkor a civil szervezetek működését is támogatták, hogy könnyebbé tegyék a működését. Ugye egy szabályváltozás az az, amit életbe léptettek. Így van. Folyamatosan igyekszünk azt nézni, hogy azok a rendeletek, amiket létrehozunk, megalkotunk, azok mennyire életszerűek. És a korábbi rendeletünkben megvolt a költségvetés, megvolt az, hogy a létező legrugalmasabban tudjon a képviselőtestület, vagy akár a polgármester, alapból támogatást nyújtani, de mivel a költségvetés elfogadása után 60 napon belül kellett kiírni a pályázatokat, gyakorlatilag így azt értük el, hogy a május előtti rendezvényeket igazából nem nagyon tudtuk támogatni. És ezért egy ilyen lényegesen rugalmasabb rendszert csináltunk, vagy például volt ilyen, hogy volt egy nagy program, amit az egyik civil szervezet szervezett, decemberre tervezte, átcsúszott januárba. Vagy mondjuk kórus találkozóra kért egy kórus támogatást, és elmaradt is csak következő év elején. Most ilyenkor mindig az volt, hogy elutaltuk a pénzt, ők lehet, hogy már ebből költöttek is, de végül vissza kellett utalni, mert december 31-ig kellett elszámolni. És akkor ezt nagyon rugalmassá tettük, ezt a rendszert, hogy ne kelljen ilyen oda-vissza utalgatni, meg új pályázatot beadni, hanem ezt kezeljük életszerűen úgy, ahogy az a civil szervezeteknek a legjobb. Van-e koncepciója arra vonatkozóan a városnak, hogy a befektetőket oda vonza a városba, hiszen ugye hát általuk van bevétele a városnak. Létezik-e ilyen
Mit lehet erről tudni? Természetesen létezik, illetve a fejlesztéseknél itt lányos zavaromban azért kihagytam néhány dolgot, többek között az, hogy az ipari parknak a fejlesztése is megvalósul idén. Hál' Istennek megvannak az engedélyes tervek, az utolsó 14 hektáros területünket látjuk el teljes közművel, a park és az Oberkochen utcán, vízzel vezetéssel, villamos hálózattal, mindennel, amivel kell. És ez a 14 hektár most már fogalmazunk úgy az utolsó aranytojástojó tyúkunk, mert ez a 14 hektárt kell úgy felhasználni, hogy a Mátészalkai Ipari Park immár 100%-os betelepültséggel működjön, hiszen jelenleg 95%-os. És ezt a 14 hektár pont ezért nagyon fontos, mert a saját cégeink is folyamatosan terjeszkednének, és nincsen hova. Éppen ezért ez egy fontos lépés, és ahhoz, hogy tudjunk változtatni a koncepción, mert évekkel ezelőtt hogyan működött ez? Elment a polgármesterhez, meg a testülethez a vállalkozó, vagy a befektető, és akkor megállapodtak, aztán majd egy év múlva zöldmezős beruházás keretében elkezdtek építkezni, és a többi, és a többi. Mátészalkán most több olyan befektető jelölt is megfordult az elmúlt időszakban, ahol azonnal akart gyártani a cég. És nekünk nincs olyan területünk, vagy nincsen olyan épületünk, infrastruktúránk, ahol ezt megtehetné. És éppen ezért épül egy inkubátorház is, már zajlik az építkezés, ahol egy ilyen 1200 négyzetméteres csarnok is elkészül 80%-os készültségben, tehát ha még egy ilyen cég idejön, és van ígéret bőven, akkor gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy azonnal tudod kezdeni a gyártást, hiszen egy hónapon belül úgy rendezed be magadnak, ahogy szeretnéd, mellette meg mi megállapodunk például ebből a 14 hektárból, és akkor elkezded építeni a saját gyáradat, üzemedet, és akkor szépen működik az egész történetet. Ma már nincs idő arra, hogy évekig vagy hosszú időn keresztül tárgyaljunk vállalkozásokkal. Na ehhez a helyzethez alkalmazkodik Mátészalka például ez az inkubátorház projekttel. Egy percünk van, 2020-as programok, rendezvények. A tavalyi év ugye egy jubileum év volt Mátészalkának, hiszen 50 éves volt a város. Kétszer lett város, ahol mi szoktuk mondani, hiszen már 1370-es években királyi oklevelek mezővárosként említik a várost, de 1969-ben 50 évvel a tavalyi évhez képest lettünk város. Kiemelt rendezvénysorozat volt, szinte minden civil egyesület megünnepelte valamilyen formában, városi díszünnepség volt közkívánatra kétszer is. Na most ebből az lett, hogy azt láttuk, hogy olyan gyönyörűen működik Mátészalkán a kulturális élet és a civil élet, hogy azt mondtuk, hogy az idei rendezvénysorozat, az idei rendezvények legalább olyan színvonalak legyenek, mint a tavalyiak voltak az ünnepi évben. Köszönjük, polgármester úr, hogy itt voltam. Én is nagyon köszönöm.